Szervusztok! Tegnap egy igen komplikált kérdéssel foglalkoztunk, és ezt a kérdést fogjuk ma folytatni. Komplikált kérdés arról szólt, hogy ugye ahhoz, hogy valamilyen termés a mászerre kötelező legyen, a tizedre kötelező legyen, ahhoz befejezetté kell lennie. Mitől válik alapvetően egy termés befejezetté? Attól, hogy be lesz takarítva. Hogy be lesz takarítva a házba, attól válik befejezetté. Ha befejezetté válik, akkor kötelezővé válik a mászerre. Szóval azt mondtuk, hogy a szombat és a szombati étkezés is befejezetté teszi a gyümölcsöt. Akkor is, ha még nincs teljesen befejezve a gyümölcsnek, a termésnek a megmunkálása, önmagában, vagy a behordása, a házba való betakarítása, önmagában a szombati étkezés, hogy szombati étkezésre használjuk, az is befejezetté teszi. Aztán azt is mondtuk, hogy egy félkész gyümölcs, ami egy félkész gyümölcs, amit behoztak, amit betakarítottak, mondjuk betakarították az udvarra, annak a betakarítása az még nem teszi befejezetté a gyümölcsöt. Még nem teszi kötelezővé tizedre. Még egyszer. Azt mondtuk, hogy alapvetően a betakarítás teszi befejezetté a termést, és teszi kötelezővé arra, hogy a tizedet meghozzuk belőle. Egy félkész gyümölcsnek a betakarítása az még nem teszi kötelezővé a tizedre, nem teszi befejezetté a termést. A másik oldalról viszont a szombat az befejezetté teszi a termést, akkor is, hogyha nincs betakarítva. Tehát, hogyha kim vagyok a mezőn, és azt mondja, hogy ezt az almát fogom sábeszkor megenni, hogyha az alma az egy érett alma, akkor az kötelezővé válik a tizedre, mert a szombati étkezés az befejezetté teszi a termést. A kérdés, amivel tegnap foglalkoztunk, az az volt, hogy egy nem befejezett termés szombati étkezése befejezetté teszi-e vagy sem. Nem vagytok még? Még egyszer. Az kötelező tizedre, aminek amikor a termés be van fejezve. Mi teszi befejezetté a termést? Normál esetben az, hogy a termés érett, és be lett takarítva. Egy nem érett gyümölcs, ami be lett takarítva, az nem válik befejezetté. Tehát, hogy az udvarra beviszem a nem érett gyümölcsöt, vagy a ilyen száradó gyümölcsöt, amiből szállított gyümölcsöt akarok csinálni, és most még rohad, hiába vittem be az udvarra, az nem válik befejezetté azáltal, hogy bevittem az udvarra. Tehát nem kötelező még a tizedre az egyik oldalról. A másik oldalról, ha egy érett gyümölcsről beszélünk, egy olyan gyümölcsről, aminek már befejeződött a megérése, de nincs betakarítva, normál esetben akkor még nem számítana befejezetnek, de nincs betakarítva, viszont hogyha a szombatra készítem elő, akkor önmagában a szombati étkezés befejezetté teszi, akkor is, hogyha nincs betakarítva. A kérdés az az, hogy egy nem érett gyümölcs szombati étkezése, az befejezetté teszi-e, vagy sem. Most stimmel? Vagy már elvesztettük? Oliver, szerintem egy kis bemelegítés még itt kell, hogy ne törje el a gerincét. Oké, már nem a gerincét, bármelyik testrészét. Tehát, hogy oké, tehát ez volt a kérdés. Ezzel kapcsolatban a Misnából akartuk ezt a kérdést bizonyítani. Miért? Mert a Misna mit mondott,
A Misna azt mondta, hogy, hogy Rabbi Lezer szerint, ha valakinek van egy félig rothadt gyümölcse fönn a tetőn, a hetedik parlagévben, tehát ugye föl, ilyenkor az volt a szokás, hogy a tetőre rakták a gyümölcsöt száradni, hogy szárított gyümölcs legyen belőle, és ennek a száradásnak volt egy olyan fázisa, amikor a gyümölcs rohadt. Még nem száradt meg, hanem kezd rohadni. Aztán a következő fázis, amikor már nagyon kisütötte a nap, akkor már megszáradt. Most amikor rohadt a gyümölcs, akkor nem fogyasztható, nem alkalmas a fogyasztásra. Hát az nem számít egy kész gyümölcsnek. Következőről volt szó. Hogyha valakinek van egy félig rohadt gyümölcse fönn a tetőn, tehát egy ilyen a szárítás folyamatában éppen a rohadt fázisban tartó gyümölcse, és a hetedik parlagévről beszélünk, a smita évről, amikor ugye a gyümölcs termés fel van mentve a tizedelés alól, ugye a hetedik évben, a smita évben nem kell tizedelni a gyümölcsöt, akkor milyen probléma merülhet föl egyedül a gyümölccsel, ami fönt van a tetőn? Az, hogy mukce. Ha valaki fölmegy, és azt mondja, hogy ugye miért mukce? Azért, mert amikor bejött a szombat, vagy a jomtov, akkor még rohadt volt a gyümölcs. És mint rohadt gyümölcs, az ember elhatárolódik fejben a rohadt gyümölcs, és azt mondja, ezt nem fogja megenni, tehát mukcévé válik az a gyümölcs. Hogyan lehet ezt kivédeni? Ha fölmegy a tetőre, és azt mondja, hogy én ebből a gyümölcsből holnap, mire megszárad, és már szállított gyümölcs lesz bele, fogok enni. Hogyha ezt fölment a tetőre, és ezt mondta, vagy a bölcsök szerint akár meg is jelölte, hogy melyik lesz ez a gyümölcs, amiből fog enni, akkor kivédi a mukce problémáját. Mit akartunk mondani, hogy mi az oka annak, hogy a Misna ezt kifejezetten a hetedik parlagévben mondja, az, hogy ha nem a hetedik parlagévről lenne szó, akkor hiába lenne nem mukce a gyümölcs, lenne egy másik problémánk, hogy tizedet kell belőle hozni. Ugye? Most csak azért nem kell tizedet hozni belőle, mert hetedik parlagévről beszélünk. És hogyha ez tényleg így van, akkor ebből azt látjuk, hogy a tizedelés szempontjából a rohadt gyümölcs önmagában attól, hogy szombati étkezésre készítem elő, befejezetté válik. Tehát akkor megvan a válasz a kérdésünkre. Egy rohadt gyümölcs, aminek nincs befejezve a munkája, azáltal, hogy a szombati étkezésre szánom, ezáltal befejezetté válik, és kellene belőle tizedet adnom. Tudtatok követni? Nem. Megpróbáljuk a táblára fölírni ezt a kiváló érvelést, amit egyik szóval. A lámpát át tudjátok kapcsolni, hogy akkor legyen a dolog. Igen. Viszont a tollat nem hozták vissza, de nem fogjuk ne használni a táblát. Oké, szóval. Oké, tehát a következő alapvetéseket kell, hogy tisztázzuk. A befejezett termés köteles másszerre.
Befejezett. Mi számít befejezetnek? Fogyasztható. Olyan állapotban van, hogy fogyasztható. És be van takarítva. Ha ez a kettő megvan, akkor befejezetnek számít. Mi van akkor, hogyha fogyasztható, de nincs betakarítva, vagy be van takarítva, de nem fogyasztható? Mind a két esetben még nem számít befejezetnek a gyümölcs. Oké? Okay? Viszont, hogyha fogyasztható, nincs betakarítva, viszont sáveszre fogom megenni, akkor azt mondtuk, hogy az is olyan, mint hogyha be lenne fejezve. Oké? Okay? Az, hogy a sáveszkor fogok enni belőle, az helyettesíti azt, hogy be van takarítva. Kimegyek a mezőre, azt mondom, hú, ez az alma, ezt én holnap ebédre megeszem, sáveszre. Oké, okay, az olyan, mintha már betakarítottad volna, tehát köteles, hogy belőle mászert hozz. Mi a helyzet akkor, hogyha azt mondjuk, hogy nem fogyasztható, viszont sáveszre fogom enni. Akkor mi van? Ugye, ha az lenne, hogy nem fogyasztható, és be van takarítva, hát hogy ez a képlet, akkor azt mondtuk, hogy nem számít befejezetnek. Ez biztos, hogy így van. Akkor, ha nem fogyasztható, de sáveszély étkezésre van, akkor az ugyanolyan-e, mint a nem fogyasztható, de be van takarítva, és akkor nem számít befejezetnek, vagy a nem fogyasztható, de sáveszély étkezés az erősebb, mint a nem fogyasztható, de be van takarítva. Értitek a kérdést? Öveges szemekkel néztek rá, nem úgy értitek. Okay. Ez egyelőre a kérdés. Tehát ez volt a kérdés. Most, miből akartuk bizonyítani? Van egy misna. A misna azt mondja, hogy még a misna előtt. Van egy törvény, hogy az, ami sáveszkor a fejedben el vagy határolódva tőle, és azt mondja, hogy ezt nem fogom használni szombaton, az mukce. Ugye? Ez a mukce fogalma. Ha van egy étel, ami nem fogyasztható, amikor bejön a sávesz, akkor értem szerint attól elhatárolódtál fejedben. Tehát az nem, az mukce. Ugye? Mert elhatárolta el. Ha van egy rohadt gyümölcs, ami fönt van a tetőn, rohad azért, hogy szárított gyümölcsön belőle, amikor bejön a szombat, akkor te fejben attól el vagy határolódva, tehát ha a szombat délben azt látod, hogy közben tök jól megszáradt a gyümölcs, nem ehetsz belőle, mert az mukce. Oké? Okay? Viszont, hogyha amikor bejön a szombat, akkor rohad a gyümölcs, de te azt mondod, fejben, kifejed, nem csak fejben, szóban is, hogy bár most rohadt a gyümölcs, a holnapra megszárad, én fogok belőle enni. Amikor bejött a szombat, nem határolódtál el a gyümölcstől fejben, de kimondtad, hogy ebből fogsz enni. Akkor az nem mukce. Oké? Okay? Most. Mi a helyzet akkor? A misna a következőről beszél. Smita évben vagyunk. Ami azt jelenti, hogy nem kell mászert hozni a gyümölcsből. Mert smita évben ugye, nem, amikor betakarítod a gyümölcsöt, az nem a tiéd, csak azért takaríthatod be, ugyanúgy, mint bárki a mezőn ehet belőle, te is ehet belőle. Nem kereskedhetsz vele, és itt a lesütel. Smita évben vagyunk, rohad a gyümölcs,
mit kell csinálnod azért, hogy ne legyen mucce, amikor bejön a szombat, ki kell mondanod, hogy fogsz belőle enni. Azt mondja, Misna, ez tökéletes megoldás. Ebben az esetben ehetsz belőle másnap. Miért? Mert hiába rohadt most a gyümölcs, nem mukce, mert te kimondtad, hogy fogsz belőle enni. Igen, ám. Mi a helyzet a mászerrel? Kell hozni mászert? Na, nem kell hozni. Miért? Mert smita év van. Aha! Ha nem lenne smita év, kéne lenne hozni mászert? Kellene. Mert miért mondja a Misna azt, hogy smita évről beszélünk? Azért, mert hogyha nem smita évben beszélnénk, akkor nem lenne megoldás önmagában azt, hogy azt mondod, hogy fogsz belőle enni. De ez ugyan megoldja a mukce problémát, de nem oldja meg a mászer problémát. Smita évben nem kell megoldani a mászer problémát, és ezért lehet belőle enni. Mi következik ebből, hogy azzal, hogy csak te kimondod, a sábez, nem. Mi következik ebből az, hogy a sábeszi étkezés, az befejezetté teszi a gyümölcsöt, akkor is, hogyha éppen nem fogyasztható, hiszen ha nem így lenne, akkor nem smita évben kéne, hogy szóljon ez az eset, mert a nem smita évben is nem lennél kötelező a mászerre. Még egyszer. A kérdésünk az volt, hogy a sábeszi étkezés befejezetté teszi a termést abban a szempontból, hogy nem befejezetté teszi abban a szempontból, hogy mászert kell hoznod belőle. Most azt mondjuk, hogy befejezetté teszi. Miért? Mert hogyha nem tenné befejezetté, akkor a Misna nem kéne, hogy smita évről beszéljen, hanem beszélhetne bármilyen évről. A gyümölcsöt meg lehetne enni, mert nem vagy kötelező még a mászerre, hiszen nem csak annyi történt, hogy sábeszre ajánlottad fel, hogy azt fog, akkor fogod megenni, de a gyümölcs még nem fogyasztható. Tehát ezért nem kéne, hogy hozzá belőle a mászer. Mivel a Misna a smita évről beszél, ebből azt látjuk, hogy igenis, a sábeszi étkezés, ha nem smita év lenne, alkalmassá tenni a gyümölcsöt arra, hogy mászert kelljen belőle hozni. És ezért a válasz erre a kérdésre, hogy igen, a sábeszi étkezés az alkalmassá teszi a gyümölcsöt arra, hogy befejezetnek tekintsük, és kelljen belőle hozni mászert. Okay, ez volt a tegnap délután, és most már egy 20 perc elment a tanulásból. Oké. Okay. Igen ám. Ebből az következik, hogy Rabbi Lezer szerint azzal, hogy én kimondtam, hogy én fogok belőle enni, ezzel befejezetté tettem a gyümölcsöt. Nehéz lesz ez a mai is. Oké. Okay. Van egy másik törvény, van egy másik szabály. A másik szabály úgy szól, hogyha én... Van egy befejezett gyümölcs. Most felejtsetek az, ami mögöttem van. Van egy rakás befejezett gyümölcs. És én abból magam elé veszek. Abban az esetben, hogyha a maradék vissza fog menni a nagy rakásba, abban az esetben ez az étkezés nem számít a chilas keva. Nem számít egy olyan, másképp fogalmazunk, ebben az esetben ez az étkezés ideglenes étkezésnek számít. Ugye emlékezzetek vissza, azt mondtuk, hogy a gyümölcsnél egy ideglenes étkezés az nem teszi még kötelezővé a mászerre. Ugye mikor kell tizedet hozni, hogyha egy
Balabát is egy ilyen lakomát csapsz, és akkor az egy, a gyümölcs az már tényleg be van takarítva, és most viszont, hogyha kint eszel mondjuk a szüret közben egy kicsit a gyümölcsből, az egy ideglenes étkezés, azelőtt nem kell tizedet hozni. Meddig tartunk valamit, meddig számít valami ideglenes étkezésnek? Akkor van egy olyan kérdés, vagy egy olyan szempont, hogyha te étkezel, akkor is, hogyha nagyon szépen minden meg van telítve, meg úgy nagyon jól van, nem egy ilyen kis nassolás útközben, hanem egy ilyen komolyabb étkezés, de te a maradékot visszarakod majd a nagy rakás gyümölcsbe, akkor ez a jele annak, hogy ez egy ideglenes étkezés. Értitek? Hát, hogyha van egy nagy, van 10 tonna almám, és leveszem a kamionról, és elkezdek az ebédemet megeszem, ha a maradékot én visszatenném a nem megevett almákat a kamionra, az azt jelenti, hogy igazából ez nem vált teljesen az enyémé, ez nem egy ilyen igazi lakoma, hanem ez továbbra is egy ideglenes étkezés. Most. Ha ez így van, akkor mi a viszonya ennek ahhoz a kérdéshez, hogy van gyümölcs a tetőn, ami rohadt, és ezért nem számít befejezetnek, csak azáltal válik befejezetté, hogy én azt mondom, hogy majd holnap fogok belőle enni. Ha én valamit azáltal teszek befejezetté, hogy azt mondom, hogy holnap fogok belőle enni, az tulajdonképpen azt a gyümölcsöt olyan státuszban tartja, mint az a gyümölcs, amit amúgy kiraknék a tányéron, de majd visszakerül a nagyrakásba. Miért? Mert jelen pillanatban ez a gyümölcs, ez nem, nincs a tányéromon, hanem csak azt mondom, hogy majd a tányéromra kerül. Tehát akkor ez a gyümölcs, ami még nem került a tányéromra, az olyan, mint az a gyümölcs, ami már a tányéromra kerül, de majd vissza fog kerülni a nagyrakásba. Ez követhető volt? Igen? Jó. De még egyszer. Ennyi, hát most ennyi a lényeg. Tehát én azt mondom, hogy egy olyan gyümölcs, ami már a tányéromon volt, de visszakerül a nagyrakásba, az nem köteles a mászerre, akkor egy olyan gyümölcs, ami még a tányéromra se került, és nincs is befejezve, csak azért lett befejezve, mert én azt mondtam, hogy be lett fejezve, akkor nem pláne, hogy ne lenne köteles a mászerre? Hogy nem köteles a mászerre? Értitek? Ha valami be van fejezve gyümölcs, és a tányéromra került, és mégis csak azért, mert vissza fog kerülni a rakásba, nem köteles a mászerre, akkor pláne valami, ami még a tányéromra se került, és még nincs is befejezve, a pláne, hogy nem köteles a mászerre. Ilyen egyszerű. Azt mondja, a Talmud van löj, majszrai haizer, hát nem olyan ez, mint ami a maradék, ami visszakerül a nagy rakásba? És a minden lélebézed, de amár kolejha, de majszrai hazer löj kava. És azt tanultuk, hogy Rabbi Lezer azt mondta, hogy minden esetben, amikor a tányéromból visszakerül a gyümölcs a nagy rakásba, akkor az nincs, az nem egy befejezett gyümölcs, termés. Hol tanultuk ezt? De nán, ha nőjtél zészi, min a máton, tőjvel áhász áházban melech vagy éjjel, ním tovább nasszan lefondom a szarra, hájof. Van egy misna, ami a következőt mondja. Van egy nagy rakás puttony, egy nagy puttony olivabogyó. Azt mondja, a misna abból lehet egyenként szemezgetni, sóba mártani és eszegetni. Miért? Mert az egy ideglenes étkezés, nem kellett a tizedet hozni. Mi van akkor, hogyha tizet kirakok a tányéromra? Azt mondja, a misna nem, akkor abban már kell tizedet hozni. Jön Rabbi Eliezer, és mit mond, hogy nem. Miért? Mert mivel a tányéromban, ha maradna abból a tízből, nem enném meg azt a tizet, visszaraknám a nagy rakásba, a puttonyba, akkor hiába van a tányéromon, ez nem igazán az enyém, hát ez továbbra is egy ideglenes étkezés, semben nem különbözik attól, mint hogyha egyesével venném ki a olivákat a puttonyból. És ezért Rabbi Lezer azt mondja, hogy ilyenkor nem kell tizedet hozni. Mit látok? Hogy Rabbi Lezer szerint minden olyan esetben, amikor visszakerül a tányéromból a nagy rakásba, az még nem számít befejezetnek, és ezért nem kell bele tizedet hozni. Akkor pláne, hogy amikor még nem került a tányéromra, és nincs befejezve, akkor csak azért, mert azt mondtam, hogy majd holnap enni fog belőle, kéne ebből tizedet hozni? Ugye ez a kérdés, csak most kifejtettük. Még egyszer.
Azt mondja, Talmud Rabbi Elezer, mert minem áton tahör chájav, minem áton patur. És mit nézse, hú, máhzer lesz a majszer. És egy kicsit egy mellékszál, tehát Rabbi Elezer ezt hogy mondja? Ezt úgy mondja, hogy hogyha a puttony tiszta, akkor kell belőle mászert hozni, ha a puttony tisztátalan, akkor nem kell. Előre szaladok, a Misna elfogja már ezért, mi a különbség. Hogyha a puttony tiszta, és te tisztátalan vagy, akkor nem fogod visszarakni. Ugye? Mert a puttonyban lévő gyümölcs tiszta. Kivettek belőle, és a tányérodra raktak, te tisztátalan vagy. Tehát amikor eszel belőle, ha marad is a tányérodon, azt nem fogod visszarakni, mert ha visszaraknál, tisztátalan lenne az, ami válna az, ami a puttonyban van. Ha viszont a puttony tisztátalan, és te is tisztátalan vagy, akkor vissza fogod rakni. És ezért, ha nem rakod vissza, akkor az befejezetnek számít, és kell belőle tizedet hozni. Ha visszarakod, akkor nem számít befejezetnek, és nem kell belőle tizedet hozni. Oké? Okay? Vinnabban másna része, másna sznéfa, mi a különbség az eleje és a vége között? Miért mondja azt, hogy ha tiszta, akkor nem kell adnod, ha tisztátalan, akkor kell tizedet, nem. Ha tiszta, akkor kell tizedet adnod, ha tisztátalan, akkor nem kell tizedet adnod. De máton tahör ve gavra tame, de laj macim le háderbe, széfe ve máton tame ve gavra tame, de macim háderle. Az előbb magyaráztam, hogy valójában arról van szó, hogy a puttony tiszta, és te tisztátalan vagy, akkor nem fogod visszarakni, és ezért kell belőle tizedet hozni. Ha a puttony tisztátalan, és te is tisztátalan vagy, akkor vissza fogod rakni, és ezért nem kell belőle tizedet hozni. Oké, ha ez így van, akkor mit látunk ebből? Hogy ebből ezzel azon az állásponton van, hogy te, ha visszarakod már, ez is elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez a gyümölcs nem a tiéd, nem befejezett. És ezért nem kell belőle tizedet hozni. Akkor pláne, hogyha egy olyan gyümölcsről beszélünk, amire csak azért vált befejezetté, mert te azt mondtad, hogy fogsz belőle enni. Még mindig a kérdésnél tartunk. Azt mondja, Talmud mász niszin lámébe mukce tahaj ve gávra tamme de laj maci mádele. Azt mondja, Talmud, itt is erről van szó, hogy a tetőn lévő gyümölcs, amire te azt mondtad, hogy holnap fogsz belőle enni, az tiszta, te pedig tisztátalan vagy, és ezért nem fogod visszarakni. Azt mondja, Talmud, milyen válasz ez? Vállaj maci mukzarim ve imdin? Viszont nem fogod visszarakni, még el sem etted? Az olyan, mint ha már vissza lenne rakva. Értek, ez egy ilyen gyenge válaszpróbálkozás volt. Ah, itt se fogod visszarakni. Oké, de itt még el se vetted? Egy gyümölcs, amit el se vettél, ott van. Akkor nem tök mindegy, hogy mit mondasz róla? Ha egy gyümölcs, amit elvettél és visszaraktál, az nincs befejezve, akkor egy gyümölcs, amit még el se vettél, az nem pláne, hogy olyan, mint hogyha nem lenne befejezve? Amár Avsimi Rabbi Elezer, amár Rabbi Elezer, amely, de amár Truma kova, vagy kolsakén sábesz. De nem, pénös, truma. Átsa lejnik van, amely láttam, Rabbi Elezer össze, lehal nehen, aráj, vagy hachal matirin. Azt mondja erre Avsimi, tudjátok mit? Egy egészen új válasz. Rabbi Elezer azon a külön véleményen van egy másik kérdés. Annyi kérdés, hogy a tized meg a truma kapcsán. Egy másik kérdés, amiről eddig még nem beszéltünk. Normálisan hogyan kell hozni az adókat? Betakarítasz, betakarítás után hozol trumát, kohénoknak odaadod, utána hozod a mászert. Mi van akkor, hogyha betakarítás előtt adtál trumát? A bölcsek azt mondják, nem érdekes. Még mindig a tized szempontjából a betakarítás számít. De Rabbi Elezer azt mondja, hogy nem. Ha te már adtál trumát, azzal befejezted a történetet, akkor köteles vagy tizedet adni. Innentől fogva nincs olyan ideglenes, meg állandó étkezés. Önmagában, hogy adtál trumát, ezzel befejezted a dolgot. Itt miért? Mert a truma az azzá teszi, hogy befejezetté teszi. Nem, még betakarítás előtt, ha adtál trumát. Normálisan betakarítás után kell trumát adni. De te a betakarítás előtt adtál trumát, azzal olyan, mint a befejezted volna az egész folyamatot. Ha a truma ilyen, akkor a sábesz is ilyen. Ez nem lesz a véleménye. Ne, semmi köze a... Ez egy egyedi vélemény. Ahogy amikor a truma meg lett adva, mindegy, hogy az a gyümölcs be van fejezve, be lett takarítva, a truma az befejezetté teszi. Ugyanígy egy sáveszi étkezés befejezetté teszi. És ezért nincs miről beszélni.
Ahogy tanultuk, péresse traman átsila inigben melachta. Tanultuk, hogyha a gyümölcsből adtál trumát úgy, hogy még nem lett befejezve, még nem volt befejezett a gyümölcs, akkor Rebbi Lezer össze lehel mehen áráj, Rebbi Lezer innentől fogva megtilt be abból bármilyen, akár ideglenes fogyasztást tizedelés nélkül, szerintem tizedelni kell, akkor ha mi matinim, és bölcsek, azt nem lehet enni belőle, ugyanúgy ez nem teszi befejezetté. Oké. Oké. Most még mindig olyan témánál maradva, eddig a Rabbi Lezer véleményét, vagy Rabbi Lezer véleménye alapján próbáltuk bizonyítani, hogy a szombat befejezetté teszi a gyümölcsöt. Mi volt Rabbi Lezer véleménye? Hogyha van a smita évben rohadt gyümölcs a tetőn, ki kell mondanod, hogy fogsz belőle fogyasztani, és akkor az már nem mukces, ebből fogyasztani, és ebből az egész történetből akartuk bizonyítani ezt a kérdést. Most mi a végeredmény? Hogy Rabbi Lezer valóban, Rabbi Lezer szerint a Shabbos az befejezetté teszi, de egy egyedi vélemény szerint, mert szerint a truma is befejezetté teszi. Oké? Okay? Volt azonban is egy másik álláspont is. Mit mondtak a bölcsek? Ez volt Rabbi Lezer. Mit mondtak a bölcsek? A bölcsek azt mondták, hogy nem elég kimondanod, hanem körbe kell rajzolnod. Azt kell mondani, ezt fogom enni. Shabbos-kor. Azt mondja, hagyjuk most Rabbi Lezert, mert valóban ez egy külön vélemény, most ezzel ne foglalkozunk. Ebből is tudjuk következtetni, a bölcsekből is le lehet következtetni, jutatni, ugyanúgy, mint ahogy Rabbi Lezerből próbáltuk. Hiszen mit mondanak a bölcsek? Önmagában azáltal, hogy körbejelölöd, ezáltal az étkezés alkalmassá teszed a gyümölcsöd, milyen, mert már nem mukce. Mászert pedig nem kell belőle hozni, mert smitaé van, várjunk csak. De hogyha nem lenne smitaé, akkor se kéne belőle hozni, ha a sáv ezt nem teszi, befejezetté a gyümölcsöd. Az, hogy a smita év az az év, amiről a misna beszél, az azért van, mert hogyha nem a smita évről beszélne, akkor kellene belőle még mászert hozni. Ebből mi következik, hogy a Shabbos étkezés befejezetté teszi. Ugyanaz az érvelés, mint amit Rabbi Lezernél mondtunk, csak most nem egy részletkülönbség, hogy nem mondod, hanem körberajzolod, de ugyanazt az érvelést lehet belőle vezetni. Akkor próbálkozzunk ezzel. Hú, de... komplikált. Tasma már széfa. Szóval akkor nézzük meg, amit a bölcsek mondanak. Hami mémném, átsinyen semmi, már mikán vátkán tájm, de nem sávazba svíz, de lábár a szúri, habe sársné se vua, de bné a szúrin inhu, a szúrin. Máj tájmod, láb is unna sávaz kava. Nem azt látjuk ebből, hogy a szombat az valóban befejezetté teszi a gyümölcsöt? Mi az egyetlen oka annak, hogy ehetsz ebből a gyümölcsből tizedelés nélkül? Azért, mert a misna a smita évről szól. De ha nem a smita évben lennénk, akkor kellene belőle tizedet hoznod. Miért? Azért, mert a sábeszi étkezés befejezetté teszi a gyümölcsöt. Megvan a bizonyítékunk a kérdésre, hogy a sábeszi étkezés befejezetté teszi a gyümölcsöt. És stimmt fále? Oké, okay, ez volt a kérdés. Azt mondja a Talmud, iha, himájén és sábesz a fila... azt mondja a Talmud, laj, sájni, azt mondom kíván, de ammár, mikán vátkán, nekem, akár kavél, azt mondja, nem a sábesz teszi befejezetté, hanem az, hogy körbe rajzoltad. És az már befejezetté teszi. Azt mondja, Iachia Májnébe Sávasz a Filibachel Námi, azt mondja, akkor miért szombat? Akkor miért a szombatról beszélsz? Hogy? Akkor nem csak a szombaton lenne ez így. Azt mondja, Hakmás Melan, de tevel muhanú egyszerűen Sávasim van, mert a tiknőmi tukat. Igen, azért, mert azt akar ezzel mondani, hogy azért a szombatról beszél, mert azt is akarja nekünk mondani ezzel egyben, hogy az a gyümölcs, amiből neked kéne tizedet hozni, de nem hozol belőle tizedet, attól még nem számít mukcének. Ugye tilos tizedelni a gyümölcsöt szombaton, de ez csak egy rabbinikus tilalom. Attól még, hogy egy olyan gyümölcssel van dolgunk, amit tizedelni kellene, és most szombat van, és nem lehet tizedelni, attól még nem mukce ez a gyümölcs. Oké. Okay. Még szokott lenni, hogy a halmazállammal szilárd és folyik, vagyis a szilárd mellett az itt könnyen valami, mert később is még meghagyja, és a másik folyik, hogy nem, hogy inkább arról volt szó, hogy ha valami, azt hiszem arra gondolsz, hogy a
ha volt egy gyümölcs, amiből tizedet kellene hoznod, vagy trumát, már emlékszem mi a kettő közül, és szombat van, és akarsz belőle enni, de most nem tudsz trumát hozni, vagy mászet, akkor azt mondtad, hogy majd szombat után fog belőle hozni, és akkor ha van brére, akkor az visszahat mostanra, de különbség van között, hogy folyékony vagy szilárd, mert a folyékonyban nem lehet szétválasztani. Igen. Oké. Okay. Oké, okay. Bárhogy is legyen, miben maradtunk? Térjünk vissza egy picit Rabbi Lezerhez. Rabbi Lezer azt mondta, tehát az volt a vége, hogy akkor a szombat igenis befejezetté teszi, a szombati étkezés befejezetté teszi a gyümölcsöt, ugye? Miért? Mert ez olyan, mint a truma. Emlékeztek? Ahogy hozol trumát idő előtt, még a nem betakarított gyümölcsbe, az befejezetté teszi, ugyanígy egy szombati étkezés befejezetté teszi. Igen ám, de ezzel kapcsolatban most ezt megpróbáljuk még egy utolsó nekifutással megcáfolni, hogy Rabbi Lezer tényleg azt gondolja, hogy a szombat befejezetté teszi a gyümölcsöt. Uram, minhu, haja ajkel be eskel, be nichnász meg gina le chacer, Rabbi Lezer, aimer, jigmoj. Rabbi Yeshua, aimer, le jigmoj. Következő az eset. Ha én kint szüretelek, szőlőből, szüret közben, lehet enni tizedelés előtt? Hogy? Lehet. Nagyon jó. Milyen egy ideglenes étkezés? Mi van akkor, ha majszolom a szőlőt, és közben besétálok az udvarra? Közben már betakarítottam a szőlőt? Akkor már kellene hozni belőle tizedet? Ugye? Értek a kérdést? Jó, de azt a keveset betakarítottad. Na, akkor azt abból kéne tizedet hozni. Akkor mi a helyzet? Erre mit mondom is? Na, haja, hajjel be esköl, ha te majszoltad a szőlőfürtöt, mert nichnasz meg innen a hadszer, és bejöttél a szőlősből az udvarra, de Lezer, Lezer azt mondja, fejezd be! Mit jelent az, hogy fejezd be? Nyugodtan edd meg, nem kell foglalkozni a tizeddel. Erre is suhaj, mert laig majd, arra is azt mondja, ne, hagyd abba az evést, mert tizedet kéne hoznod belőle. Most. Folytatja a Misna, és azt mondja, hasha be léle és sábesz. Mi van akkor, ha eszegetted a gyümölcsöt, még ideglenes étkezésre, és egyszer csak alászállt a nap, és bejött a sábesz? Rebb Lezer, akkor mi a kérdés? Hogy ez egy ideglenes étkezés. De mit mondtunk az előbb? Hogy a sábesz minden étkezés állandó, vagy fix. Tehát akkor kell tizedet hozni belőle. Kint vagy a mezőn, szület közben eszegetsz, semmi gond, nem kell tizedet hozni. De ha kint vagy a mezőn, és azt mondja, hogy ebből fog sábeszkor enni, akkor abból kell tizedet hozni. Most mi a helyzet, kint vagy a mezőn, eszegetted a fürtöt, egyszer, hopp, bejött a sábesz, mit kell csinálni, most kéne belőle tizedet hozni, ez már egy sábesz étkezés. Mit mondod Rabbi Lezer, nem kell vele foglalkozni, fejezd csak be. Mit mondod Rabbi Yeshua, kell vele foglalkozni, ne egyél a gyümölcsből, ne fejezd be a gyümölcsöt. Mit látunk ebből? Hogy Rabbi Lezer azt mondja, hogy nem kell hozni tizedet belőle, hiába sábesz étkezés. Mi meg az előbb azzal folytattuk az elmúlt másfél napot, hogy bizonyítsuk, hogy Rabbi Lezer szerint kell tizedet hozni a sábesz étkezésnél. És stimmt? Ez egy egyértelmű ellentmondás. Mi lehet erre egy jó válasz? Nem. Egy nyelvi, egy szemantikai kérdés lesz. Hogy mit jelent az, hogy fejezd be? Ha én azt mondom neked, hogy fejezd be, az azt is jelenteti, hogy fejezd be az evést, nyugodtan ehetsz tovább, meg azt is jelenti, hogy fejezd be, ne egyél tovább. Értitek? Eddig hogy megyáztuk a fejezd be? Azt mondja, fejezd be, nyugodtan ehetsz, amíg az utolsó szőlőszemet le nem vetted róla. Akkor ez tényleg kérdés, mert akkor az jön ki, hogy mit mond Rabbi Lezer, ha bejön a szombat, fejezd be, nyugodtan eheted tovább az utolsó szőlőszemig. De nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, fejezd be, azonnal hagyd abba, ne egyél. Akkor pont fordítottat jelent. Hasszam kéne tanítani, hát nem ezt jelenti, hanem azt, amit Rabbi Nassan tanított. Lőjük sem már Rabbi Lezer. Amikor Rabbi Lezer azt mondta, hogy fejezd be, becacerig, majd az nem azt jelenti, hogy az udvaron fejezd be. Besétáltál az udvarra, akkor nyugodtan eheted tovább, az udvaron fejezd be, hanem mit jelent? Hanem ne menj be az udvarra, még az udvarra való besétálás előtt fejezd be. És ugyanígy, mert lőjük sem már Rabbi Lezer ígmaj, mert sábesz ígmaj, ellenben, amikor azt mondja, hogy szombat bejött, fejezd be, az nem azt jelenti, hogy fejezd be szombaton, tedd félre, és a szombat után fejezd be. Még szem lett volna azt mondani, hogy fejezd be az evést. Ne egyél tovább, ez már csak az én magyarázatom. Oké. Okay.
akkor ezzel elhárítottuk ezt az ellentmondást. Megyünk tovább. Következő, és ezzel ezt a fejezetet be fogjuk fejezni meg az egész tized kérdést. Mit mondtunk eddig? Mivel foglalkoztunk végig? Hogy mi az, ami a gyümölcsöt befejezetté, a termést befejezetté teszi olyan szempontból, hogy már kötelező belőle tizedet hozni? Ez volt a kérdés. Miket mondtunk? Ha behoztad az udvarra, ha ehető, és behoztad az udvarra, tehát betakarítottad, esetleg a szombat, esetleg az, hogy trumát hoztál belőle, ezek mind-mind befejezetté teszik. Most Rabbi Yochanan különböző dolgokat fog felsorolni, hogy mik azok, amik befejezetté tesznek egy termést, és onnantól fog a kötelező egy tizedet hozni belőle. Nézzük. Ki az a Rávin? Amikor Rávin jött Izraelből, Babilóniába, Amár Rabbi Yochanantól a következőt idézte. Echot Shabbos, Echot Truma, Echot Chatzer, Echot Mikach, Kulam Enkajvin Elabe Davasig Merem Lachton. Amikor azt mondjuk, hogy a szombat, vagy a truma, vagy a betakarítás, vagy az adásvétel, ezek mind-mind a gyümölcsöt kötelezővé teszik, a termést kötelezővé teszik arra, hogy tizedet hozzá belőle, mit kell ez alatt érteni? Egy fogyasztásra már alkalmas gyümölcsöt, de nem egy félkész gyümölcsöt. Oké? Tehát, ha van egy kész gyümölcsöm, és az be van takarítva, vagy a sábeszi étkezésre jelölöm ki, vagy eladtam, vagy trumát hoztam belőle idő előtt, még a betakarítás előtt, akkor mind-mind ezzel befejeztem a termést, és ezért tizedet kell belőle hoznom. De nem egy félkész gyümölcs, csak egy már egy ehető gyümölcs esetén. Mik ezek a felsorolás? Most végig fogja venni mindegyiket. Shabbos lad fuke mide hile de tanya me amer peiros makem le makem dikzei kodashel amayem amar Rabbi Yehuda hile le atzmai asad. Ugye a szombat. A szombatnál mit mondunk? Ha a szombati étkezésre használod, akkor is, ha nem takarítottad be, az befejezi a gyümölcsöt. De egy félkész gyümölcsöt nem. Tehát ami akkor mögöttünk van, az egy X. Egy nem fogyasztható gyümölcs, ami szombatra van kijelölve, az nem számít befejezetnek. Miért? Miért kell volt ez fontos mondani? Mert volt egy bölcs, ez nem az öreg Hillel, hanem egy későbbi hasonló nevű bölcs, aki azt mondta, hogy egy nem befejezett gyümölcsöt is befejezetté tesz a Shabbos. Mi volt ez a brájta? Ha valaki szüreteli a gyümölcsöt azért, hogy vigye az egyik helyről a másikra szárított gyümölcsnek, tehát ez tipikusan nem egy étkezésre alkalmas gyümölcs, hanem csak a szárításra alkalmas gyümölcs. Gondolom azt még a teljes érettség előtt szedik le ahhoz, hogy a szárításra alkalmas legyen. Rabbi Judas a bölcsök szerint nem kell belőle tizedet hozni, még akkor sem, hogyha Shabbos-kor fog belőle enni. De Hillel azt mondta, hogy kell belőle tizedet hozni. Tehát Hillel a félkész Shabbos-i termést is befejezetnek tekinti, de mi nem tekintjük annak. És ezért volt fontos mondani, hogy a szombat csak akkor teszi befejezetté a termést, hogyha a gyümölcs érett. Hatszél lápuk, mint rába jákél. Mi a helyzet a betakarítása, az udvarra történő betakarítása? Mikor válik az készé? Ha a gyümölcs érett. Lát fuké, mint rába jákél. Nem úgy, ahogy rába jákél mondta, de tán, a mávér tényleg, hát szél lékszer, és bannak nem nézze, és milyen árajom tudni, mint a májszak, tanulja le, rába jákél, mert hájra bész, mert húda pajta. Ahogy tanultuk, hogy Rabbi Jákov szemben Rabbi Jaiszi, bár Rabbi Judával azt mondja, hogy ha betakarítasz félkész gyümölcsöt szárítás céljára, akkor Rabbi Jákov szerint kell belőle tizedet hozni, mert az már befejezetnek számít. Rabbi Jaiszi azt mondja, hogy nem kell, mert nem, hiába betakarítottad, hogyha az nem egy érett gyümölcs, érett termés, akkor nem kell belőle, az nem teszi befejezetté. Trummal lát, fukja, mert Rabbi Lezer, de nálam például is tudom, hogy látom, mert láttam, hogy Lezer, és a trumával? Hogyha te adsz trumát idő előtt, betakarítás előtt a gyümölcsből, az készé teszi, de mikor teszi készé? Akkor, hogyha a gyümölcs már érett. Nem úgy, mint ahogy Rabbi Lezer mondta, hogy a fél érett gyümölcs is, hogyha adsz belőle trumát, az befejezetté teszi. Mekakkede tánya, le kehténi min ám arez, makim sejvni adam, dőszim, öjkemem aráj, ma asszon de máj, és a mi a helyzet az adásvétellel? Az adásvétel is csak akkor teszi befejezetté a gyümölcsöt, hogyha
amúgy a gyümölcs az már érett, mint ahogy tanultuk, hogy kertén imámar, hogy valaki vesz gyümölcsöt egy tudatlantól, akinél feltételezzük, hogy ő nem hozott ebből tizedet, egy olyan helyen, ahol a gyümölcsöt még úgy adják, veszik, hogy nem érett teljesen a gyümölcs, akkor lehet belőle enni, és nem kell, nem kell belőle tizedet hozni. Öjjel mehem áráj, ume asszem dmáj, és nem kell belőle tizedet hozni, csak az extra szigorúság miatt, ami miatt amúgy az ámóresztől egy gyümölcsöt meg kéne tizedelni. Smájmina klász, ebből három dolgot tanulunk. Smájmina mekach einek vász eleme davasségből látta. Egyrészt látjuk ebből, hogy az adásvétel is csak akkor teszi befejezetté egy gyümölcsöt, hogyha amúgy a gyümölcs élet. Smájmina ámé arac mászínheim. A másik dolog, amit látunk ebből, hogy a tudatlanok többsége is hoz belőle tizedet, és ezért ez csak dmájnak számít. Smájmina már hászínt máj, mert amúgy a finna davasségből látta. És a harmadik dolog pedig, hogy hiába elviekben nem kéne belőle tizedet hozni, mivel egy ámóresztől vetted, ezért mégis a dmáj szabályai szerint kell belőle ámóresztot, tizedet hozni. Ulak fünki maradat nána máhli fejlőszim ha vérőj, ze lehöl, ze lehöl, ze lehöl, ze lehöl, ze lehöl, ze lehöl, Rabbi Judah immer lehöl, chájav, lehöl, spotul. És ez mindez azért is fontos, hogy lássuk, hogy nincs úgy, mint ahogy azt Rabbi Judah tanította. Röviden összefoglalva az volt a dolog lényege, hogyha én cserélek veled gyümölcsöt, tehát van egy adásvétel. Neked is van gyümölcsöd, vagy termésed, nekem is van. Neked van szőlőd, nekem van, mint a almám. És az a kérdés, hogyha mi adunk-veszünk, úgyhogy neked is érett gyümölcsöd van, nekem is érett gyümölcsöm van, vagy neked is ilyen félig szállított gyümölcsöd van, nekem is félig ilyen szállított gyümölcsöm van, akkor az olyan, az készé teszi a gyümölcsöt. Azt mondjuk, hogy igen. De mi Huda pedig azt mondja, hogy csak akkor teszik készé, hogyha... Nem, a Misna azt mondja, bocsánat. Zelechol. Ha mind a kettőnknek a gyümölcse ehető, az készé teszi. Zelichcöjsz. Ha mind a kettőnk ilyen félig szárított, vagy zelechol, zelichcöjsz. Ha az egyikünké ehető, a másik félig szárított, akkor ezek is készé teszik. Rabbi Judah immer lehel chájav, likcai spatur. Rabbi Judah szerint viszont, hogyha az egyiknél van már ehető a gyümölcs, akkor az készé teszi. Ha az egyiknél viszont csak szárításra alkalmas a gyümölcs, akkor az még nem teszi készé. És ha jól értem, akkor a Jöjjhanannak is ugye ez a véleménye, hogy egy félkész gyümölcs az nem... és ebből azt látjuk, hogy egy félkész gyümölcs is készé tevődik az adásvétel által, hiszen azt mondja, hogy ha mind a kettőnek... Igen, és a Jöjjhanann pedig azt mondja, hogy nem, csak a teljesen kész gyümölcs. Oké. Hátran a lakha mévi, ezzel befejeztük a negyedik fejezetet. Most, kedves barátaim, még nem vagytok szabadok, még van egy 10 percünk, elkezdjük az 5-ös fejezetet. Oké, egy kicsit egyszerűbb lesz. Most az 5-ös fejezet olyan dolgokról fog szólni alapvetően, amik különbség Jom Tov és Sábesz között, de nem az evés okán. Ugye az alapvető különbség a szombat és a Jom Tov között az, hogy ünnepen Jom Tovkor a főzés és minden, ami a közvetlen az evést szolgáló cselekvés, az mentesül a munkatilalom alól. Lehet azzal kapcsolatban dolgozni ünnepen. Ugye ez volt az alapvető különbség. De van egy pár további dolog is, amiben az ünnep kicsit enyhébb, mint a szombat. Például bizonyos étellel kapcsolatos dolgokkal kapcsolatban lehet fáradozni, akkor is, hogyha nem csak a Jom Tovot érinti a kérdés, és nem vagyunk olyan szigorúk, hogy megtiltsuk ezt az extra fáradozást, mondván, hogy úgy néz ki, mintha hétköznapra készülnél. Miről beszélünk? Például a Misna azt mondja, maradunk a szárított gyümölcsnél, fönt van a szárított gyümölcs a tetőn.
Izraelben süt rá a nap, tökéletes, egyszer csak elkezd esni az eső. Szabad-e lehozni azt a gyümölcsöt, behozni a házba? Ugye ez egy elég nagy erőkifejtés, egy nagy fáradozás. Sábeszkor tilos lenne. Mert ugye igazából ezzel a hétköznapi dolgokat szolgálod, hogy lehozod, mert nem az a gyümölcsöt nem fogod megenni szombaton. Tehát a szombat utána készülsz azzal, hogy lehozod. És azért a szombaton ez tilos. A mistánk azt mondja, hogy Jom Tovkor szabad. Ha nem viszed túlzásba a fáradozást, például, hogyha a kéményen keresztül viszed le. Mert a kémény ez nem kémény, hanem egy ilyen bevilágító. Régen ugye volt egy ilyen, gondolom valamilyen ilyen bevilágító a tetőn, és azon keresztül le tudod ereszteni a gyümölcsöt, akkor nem kell levinni a létrán, behozni a lakásba, mit tudom én, akkor az még így belefér, nem egy annyira feltűnő erőkifejtés, vagy fáradozás. Oké. Okay. Masinim pérez derech a ruba be jomtov. Le lehet ereszteni a gyümölcsöt a tetőről a házba a kéményen keresztül. Ával lojbe sávez, de nem szombaton. Ugyanígy, mert haszim pérezbe kéne mitni a delef, ha van egy esik az eső, akkor leszabad takarni a dolgaidat, hogy az eső ne tegye tönkre jomtovkor, de sávezkor nem lehet. Hén kádé jájm kádé semmi nőisztin tahasz ugyanígy le lehet takarni, van egy nagy hordó olajad, vagy nagy hordó bor, és esne bele a bor, esne bele az eső, akkor azt le lehet takarni. Ugyanígy, ha esik az eső, beesik a házba, akkor oda tehetsz egy vödröt, hogy fölfogja az esőt. Jomtovkor. Ezek mind olyan engedmények, amikor valamilyen a vagyonodat vagy az értékeidet akarod védeni, nem az ünnep van a középpontban, hanem az értékeid, a vagyonod, de az ünnepen nem vagyunk olyan szigorúak, hogy ilyesmit megtiltsunk. Ez egy engedmény. Oké. Mindenek előtt egy nyelvi kérdéssel fog a misna foglalkozni viszonylag hosszan. Az a kérdés, hogy az első szava a misnának, ami úgy hangzik, hogy masilin. Masilin perot derech aruba. Mi az a masilin? Leeresztünk. Leereszthetjük a gyümölcsöt a kéményen keresztül. Mi ez a masilin szó? Amár már zutra, itt már Rav Judah Rav Nathan tani masilin, hádom a masilin. Rav Judah és Rav Nathan vitatkoztak, hogy ez masilin, vagy masilin. Ugye Oliver tud héberül, masil, lehasil masul. Ani masil lecha. Az manapság, ezt úgy használják a héberben, mint amikor valamit oda csúsztatok eléd, oda be. Hogy mondják ezt magyarul? Becsúsztatom. Ezt még úgy becsúsztattam. A maschilin az valóban jelentheti azt, hogy leeresztek valamit. Oké? Okay? Lecsúsztatok valamit. És ezért az egyik vélemény az, hogy nem maschilin, hanem maschilin. Most mind a kettőre fogunk mutatni bibliai idézetet, hogy mind a kettő jelentheti azt, hogy leeresztem. Amár az utra mándet, hanem a sénylöm is társ, mándet, hanem is tábes, mert az utat szerint mind a két vélemény lehet jogos, lehet használható, mind a két szó használható a leeresztésre. Mána tani masilin, is távozik szép ki isra, azért szeha, aki a masilin szót használja, találunk rá a Tórában, ki isra, azért teha, ha leessik az olivád, olyan sok van a fán, és vagy olyan sok van, vagy olyan idő előtt leesik a gyümölcs a fáról, azt hívják úgy, hogy ki isra, azért teha, az oliváról leesik a olivabogyó, még mielőtt megérne. Akkor látjuk, hogy a Tórában használva van a masilin szó, mint valami, ami leesik. És ugye a masilin szó, az a sahulvá kaszul. A elsőszülöttnél vannak, ugye pár nap ezzel tanultunk az elsőszülöttekről, hogy egy makula, egy hiba van az elsőszülött által, akkor meg lehet enni. Mi számít hibának? Akkor van a mindenféle hibát felsorolva horot traktátus, és ilyen a sahulvá kaszul. Sahul sin ismet tájerecho, a sáhul az, akinek így kificamodott a vála, kaszul az, akinek a combja magasabb, mint a másik combja. Ez egy ilyen testi hibás állat. Akkor a sáhul az azt jelenti, amikor így kicsúszott a helyéről, tehát így lecsúszott a helyéről valami. Akkor megint látjuk, hogy a sáhul maschilin, ez a kifejezés, ez használható. Megyünk tovább. Amarem nákmar itzka mándet anni maschilin lem istávás, mándet maschilin lem istávás. Vannak, amit már sirin lőm is távol, és még három vélemény van, hogy milyen szót használt itt a misna.
Eddig volt mashilin, mashilin, most van mashirin, mashirin és manshirin. És mind a három szó továbbra is jelenteti, ez a további három szó is jelenteti azt, hogy leereszteni. Mána tanem a sinin, ami stávizsat nára, is mondja, mert nazin le jachav, rejsebá, dolgok, ne, sem mashir esz a szeja. Van egy ugye a nazir az egy fogadalmat tesz, fogadalmak része, hogy növeszti a haját. Szabad-e hajat mosnia a nazirnak? Attól függ, mivel? Régen volt, hogy agyaggal mostak hajat. Tudom, egy kicsit furcsának tűnik, de nem tudom, jártunk-e a holtengernél. Egy jutott eszembe, reggel, amikor ezt tanulta, és mindenki bekeni magát ilyen fekete agyaggal, nem? Az agyag. Iszap a jó kifejezés, elnézést. Iszappa. Valaki iszappal mos hajat. Régen volt, hogy ezzel bekenték magukat, és amikor lemosod, akkor az leveszi a piszkot. És hogy iszappal mos hajat. Most a gond azzal az, hogy az iszap nagyon megfogja a hajat, és a hajának egy részét biztos ki fogja tépni. És ez egy nazir nem mosson hajat iszappal. Akkor látjuk, hogy a mashirin, mint például, amikor manapság azt mondják, lehasir sear, hogy valakinek hullik a haja. Mashir, a sear seni mashir. Hullik a haja, akkor a hullik szó, ha hotyákkal mosol a hajad, iszappal, akkor ki fog hullani a hajad, tehát akkor a mashirin szó használható itt is a leeresztésre. Már talán mashirin, amit távolított nána, sachevá, zúg, se szfarim, szaporim, afápisem, nechlekut meim. Mashirin, ami befeketítést jelent szó szerint, az is jelentheti a leeresztést. Miért? Mert látjuk, hogy van egy olyan misna, ami egy szapár, vagy mi a szapár? Barber, no? Fodrász. Fodrász eszközként hivatkozik a sahorra, a feketére, ami nem feketét jelent, hanem egy olyan borotvát, aminek valamilyen különleges éle van. Gyakorlatilag az a lényege, hogy mint manapság az összes borotvánál, hogy a borotva élét és a nyelét el lehet választani egymástól. És ezt sahornak hívják. Miért? Mert az elválasztás szó, az lehet sahor. Akkor a mashirin, az az elválasztás, leeresztés, az akkor elválasztod valonnan fentről és lerakod, tehát akkor megint csak használható. És arról szólt a misna, hogy ezek eszköznek számítanak és tisztáltanak el elkövetse. Umán tanem a sinin a mistám, és misen nosru kejlov be máim, a hálak be máim, én a hőses, a man sirin, az utolsó ilyen lehetséges kifejezés, hogyha emlékeztek, a szombat raktánutatósban tanultuk, hogyha valaki, hogy ugye tilos szombaton kifacsarni valamit, ezért tilos fürdeni, nehogy kifacsarjuk a törülközőt. Mi van akkor, hogyha valaki megy és bement a vízbe? Nagy pocsolyán keresztül ment, és a ruhája vizes lett. Akkor kell-e tartani attól, hogy majd kifacsarja a ruhát? Nem, csak menjen tovább. És itt is azt a kifejezést használja, mi se nasru kejlav, akinek, hogy mondjátok azt, amikor vizes lesz a ruhája, és akkor így lóg rajtad a ruhád, a víztől. Van egy kifejezés magyarul? De ezt jelenti a man shirin, nasru kejlav, tehát hogy amikor így rád tapad és lóg le a ruha. Akkor ez is a man shirin, a lelógatni, leereszteni szó. Innámi adat nán, ézó leket, a nőnysebb sász cira. Még egy hely, ahol a nosher szót, az leeresztés jelent, az amikor a mezőgazdasági törvényeknek arra van szó, hogy van a leket. A leket az amikor szüretelsz, és szüret közben valami leesik a földre, azt ott kell hagyni a szegényeknek. És mi az a leket? Akkor azt mondja, az, ami leesik a szüret közben. A leesik szóra a nosher szót használja, tehát megint látjuk, hogy a man shirin kifejezés, az használható ebben a kontextusban. Mit látunk akkor, hogy ez a lehet a man shirin, man shilin, mashirin, mashilin és mashilin. Öt kifejezést is lehetne használni a misna első szavaként. Oké, utolsó öt perc, nem lesz több, ígérem. Nám, mashilin pénz, de elharubam jantav. Mit mond a misna érdemben, hogy szabad leereszteni a tetőn szálló gyümölcsöt jomtovkor, annak ellenére, hogy a gyümölcsöt akarod védeni, nem pedig a jomtov miatt csinálod, ennyit még megengedünk. Hiába ez egy nagy erőkifejezés, vagy egy kifejtés, egy fáradtság, de ezt még belefér. Na de mennyi fér bele? És ott több tonna gyümölcsöt hozol le, mennyi az a mennyiség, amit még le lehet hozni így a tetőről?
Átkáma, amarabi zéra, amarabászi, amarile, amarabászi, amarabi éhenan, kajszes a sinó, mert fáni lábbeham és kupacsa tevesett volna, mint a éhém. Nél bitabészmen, és emlékezetek vissza, szombat traktátusba tanultuk, 126-os lapon. Kim van egy csomó, izé a magtár előtt. Egy ilyen rakás szalma, vagy nem tudom, valami. És jöttek a tanítványok tanulni, körbe kéne ülni. Nem tudnak leülni a sok cucc miatt. Mit mondottam? Misna, arrébb be lehet vinni ezeket a cuccokat, arrébb lehet rakni. Mennyit lehet arrébb rakni? Azt mondtam, Misna, 4-5 rakásnyit arrébb lehet rakni. Ez még belefér. Hiába szombat van, és hiába ez egy fáradtság, ez még úgy belefér. Az, hogy nagyon sokat pakolja, az nem. De 4-5 rakás még arrébb lehet rakni. Most, hogyha ott a tanulás érdekében, vagy a érkező vendégek érdekében ezt meg lehet tenni, akkor valószínűleg itt is erről van szó. A gyümölcs, amit le lehet hozni a tetőre, az 4-5 rakás gyümölcs. Azt mondja, Talmud, ki mondta, hogy ugyanaz? Nem biztos, hogy az az eset, meg ez az eset között egyenlőséget lehet vonni. Mert Dán Dilma Sájné haszom, de ikabítul bésze medres, avval halkad, de ikabítul medres, és először is ott miről van szó? Részben arról, hogy jönnek a tanítványok. Na, és jönnek a tanítványok, a tanulás. A tanulásnál szentebb és fontosabb dolog nincs. Akkor lehet, hogy csak azért megengedett, hogy 4-5 rakást arrébb rak, mert ott a tanulás kérdése forog kockán. Ha nem tudod elpakolni, nem fognak tudni leülni, nem fogtok tórát tanulni. De itt nem erről beszélünk, hanem itt csak a gyümölcseidet akarod megvédeni. Akkor lehet, hogy itt nincs megengedve 4-5 rakás. 1, 2. Inámi azt hány tám, dárba hamis kupasani, misem és sábeszka minden, löj, azt mondja az úzabe, ávali, amit te kal, azt mondja az úzabe, másik lehetséges különbség, hogy a sábesznél megengedjük, hogy 4-5 rakást csinálj, mert a szombat szentségét mindenki érti, nem fogod túlzásba vinni. Jom Tovkor amúgy is egy csomó engedmény van a főzés miatt. Lehet, hogyha még ezt is megengednénk, akkor teljesen elvesztenéd magad, és nem vennéd komolyan Jom Tovot. De lehet, hogy egyáltalán nincs megengedve. Innám, ille, ide, kész, a haszomány, a tájma, de léka, efszed, ma, a vahadik, szed, efszed, ma, a finutúvenám, a másik oldalról, lehet, hogy pont fordítva. Lehet, hogy még többet lehetne megengedni Jom Tovkor. Miért? Mert ott miről van szó, arra, hogy jönnek a vendégek, vagy jönnek a tanítványok. No. De itt viszont, ha nem hozod le a gyümölcsöt, tönkre fog menni. És lehet, hogy amikor tönkre megy a vagyonod, akkor megengedőbbek vagyunk, kedves barátaim. Van mind gondolkodni a mai napra? Lesz mind, szerintem, hogyha ezt még így végig gondoljátok. Lesz mind gondolkodni a mai napra, nem lesz üres a fejünk. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Ezen az extra hosszú mai órán mindenkinek köszönöm a türelmét. Holnap reggel folytatás következik, ugyanitt, ugyanígy, ugyanekkor a viszontlátásra, viszonthallásra.